Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Szívből köszönöm szellemi útitársam, társam, társtanítom gyönyörű bevezetőjét, amikor a lényegről szóló rövid, tömör és tapasztalaton alapuló tanítást hallunk, akkor olyan, mint amikor a darma nektárját egy picikét ízlelgetjük, és az édességétől a szamádi gyönyörűségébe tudnánk révülni ha nem tudnánk, hogy tele van hibával. Tele van hibával, mert megszólalt. És a megszólalás az azon nyomban szavakra bontja azt a kifejezhetetlent, amelyet csak tapasztalni lehet. Viszont amit én mondok, az is tele van hibával, mert nekem is meg kell szólalnom ahhoz, hogy szavakra bontsam azt, amit nem lehet szavakkal kifejezni. Mi tehát az erény a hiba mellett, akár őt hallod, akár engem? Hogy eljutatunk téged visszafelé a csend széléig, és nem hitetjük el azt, hogy szavakkal át tudjuk adni azt, amit csak tapasztalni lehet. Ez az egyenes és becsületes út, mert a szavakkal vissza tudom fonni a valóságot a tapasztalat széléig, te utána már rajtad a sor a te erőfeszítésed kell. A zen négy alapelve nagyon fontos ahhoz, hogy megértsd, hogy miért nem lehet a gondolatokat a gondolatokkal szelidíteni. Az első nagyon fontos momentum a nem támaszkodás az írásokra. Nem támaszkodás a szavakra és a fogalmakra. Ezt viszont ki kellett mondanom. És a jó tanítása az, amely feleslegessé teszi önmagát. Elvégzi a dolgát, és aztán a tanító hátra lép, és a tanítás így a tiéd a tapasztalat szintjén. Mi légyen hát ez? A második alapelv közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Nincsenek szimbólumok, nincsenek rendszerek, nincsen semmi, amit jól hallottál a bevezetőben, hogy mi mindent nem csinálunk. Mi mindent nem keresünk. És közvetlenül csak az a kérdés számít, hogy igen, mi vagy te két gondolat között. Ha gondolkodsz, az már a ki. Az már a becses avatárod, a névjegyed, a személyed, a jogsid, az elektronikus ügyintézési portálon a belépési kódod, amiről azt hiszed, hogy te vagy, vagy a tiéd. Na, amikor mindez nincs, és a mi ez kérdés időtlenségében Ebben a pillanatban, az ittben és a mostban leledzel, akkor esélyed van, hogy a harmadik alapelv szerint letisztulj, elérd igazi önvalódat, és ez a felébredés. Semmi más. Tehát, amikor a tiszta, térszerű, tükörszerű gondolkodás előtt itt tapasztalod, akkor egy pillanatra a felhők, teljesen eltisztulnak a tudatod egéről, és az elméd nem bocsát ki újakat. Egy pár másodpercig, egy pár percig, pár óráig, ameddig tart a gondolatoktól, a dualitásoktól mentes állapot. És azután megtanulod azt, hogy hogyan őrizd ezt meg, ezt a tapasztalást, ezt az élményt, ezt a stabilitást, a legkeményebb viharok, felhőátvonulások, villámlások és dörgések közepette. Mert testben vagyunk és élnünk kell. Azt választottuk, hogy megszületünk. Hát akár látod az értelmét az életnek, akár néha nem, ezt élni kell. Miért? Mert úgy döntöttél, mert felvetted ezt a testet. És ezt a tanítást, itt a negyedik alapelv, nem kaphatod meg másképp, csak tudattól tudatig, tapasztalatból, embertől emberig. Itt sem lehet pusztán könyvből, rendszerből, urambocsás szervezetből, vagy különböző projekciókból tanulni. Egymástól kell. Egymás jelenlététől, erőfeszítésétől, egymás őszinte elhatározásából tanulunk. Ahol ez a négy alapelv jelen van, ott a zen is működik, az elmélyedés, az egyévállás, a letisztulás maga, és Európában nem valami vallásos fogalom, hanem sokkal inkább a katarzis, a művészi vagy lelki katarzis az, amely közel áll ehhez. Nem csak a tanító fontos, hanem az utitársak, sőt, Mangong Sunim, a három közül középen látható pátriárka szerint, a szellemi útitársak, kóriául dobán, vagy darma testvérek néha fontosabbak, mint a tanító. Miért? Mert a tanítót néha szereted, néha nem szereted, néha hiszel neki, néha nem. Néha túl közel van, és zavar, mint hogyha beléd mászna, pedig egy igazi tanító semmiért nem csinál, vagy túl távol van, és akkor a láthatáron túl, vagy az égben, vagy egy újabb Inkarnáció felé, és akkor meg az a baj. De egy útítás ott van közel. Ha jól csináljátok, évek óta mentek az úton együtt. És olyan nincs, hogy neki nem hiszel, lehet, hogy pont őtől le fogod megtanulni azt, amit a tanítótól nem. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy mennyit gyakoroltok együtt. Ezért is a csoportos gyakorlatokat részesítjük előnyben ebben a templomban hogy ez a gyakorló szanga, az egymást szavak nélkül értő szanga, a spontán gondolkodás nélkül egymást segítő szanga, az egymást jól látó szanga, ez alakuljon ki. Úgyhogy, ha ebben az erőfeszítésben segíthetek bárkinek, akkor itt a lehetőség kérdezzetek. Amennyiben elfogadom azt a tételt, hogy a karmámat magam teremtem, és ezt elfogadom, akkor mi a helyzet a a családi karmával létezik ilyen, hogy családi karma? Én feltételezem, hogy igen. A jó hírt mondjam, vagy a rosszat? A bármelyiket, mert a kettő nem választom külön a kettőt. Tehát amennyiben létezik családi karma, vajon az nem csupán az én téves azonosulásom egy csomag, amit kaptam mondjuk az édesanyámtól? Nem tudom, tehát nehéz jó. ezt kifejezni. Azért tartsuk a kérdést egyszerűnek meg, mert akkor a családi karmánk is egyszerűsödik. Megszülettél? Igen. Családba születtél? Igen. Akkor van családi karmád. Ez a jó hír. Látod minden egyes elemét ennek a családi karmának? Nem. Ugye, hogy néha csak kizuhan ilyen piros betűs ünnepekkor a szekrényből, a terített asztalnál, amikor mindenki ott van, összezárva napokig a szeretet jegyében? na, a rossz hír az, hogy mindig is lesz ilyen, ami csak úgy kizuhan a szekrényből, és akkor azzal már foglalkozni kell, hogy az evőeszközökkel az evést segítsük, és ne egymást döfjük le. Nem vicces. látta ilyet. Igen, van egyéni, páros, családi és csoportos karma, így van, és az ehhez való megfelelő hozzáállás a látáson múlik. Ezt jól hallhattad a bevezetőben hogyha te nem látod a magad teremtő részét egy családi karma tortájában, mint a te szeleted, akkor elkerülhetetlenül a családi karmát következményévé válsz, honnan tudod, mindig az apádat meg az anyádat okolod azért, mert ilyen vagy, amilyen. Meg a testvéreidet, meg a rokonaidat. És ahhoz, hogy ezt jobban lásd, ahhoz ki kell lépni ideiglenesen a család kötelékéből, ahogy a Földről is a légi felvételek mutatják a legjobban, hogy mi van a felszínen. De ahogy ezek a képek visszajönnek a Földre, úgy te is egy idő után visszatérsz a családhoz, ha ez egy hétvége, vagy egy év, vagy egy évtized, vagy több, az teljesen mindegy, az a te karmád velük. A kötöttségeid függvényében kell eldönteni, hogy mennyi időt tudsz a családra való rálátással tölteni. És akkor észreveszed, hogy a te torta szeletedet te hogyan sütötted. Első körben mi volt az a karma, ami téged odahozott abba a családba? Miért születtél oda? És ez már egy nagyon komoly belső kérdés. Az elméddel ezen lehetőleg nem ókoljál, ne fogalmazzál, és ne akarj valami konceptuális okos megoldást, mert akkor az fogja elfedni a valódi választ. A meditációs technikára azért van szükség, hogy az elméd duális tevékenységének a kikapcsolásával, a felfüggesztésével láss és ne gondolkodj. Fogj föl, de ne alkoss egy mesterséges képet. És ekkor a válaszok, hogy a puzzle darabok szépen az asztalon elkezdenek a helyükre potjálni, úgy, úgyhogy te csak nézed az egészet. Ezt hívjuk a letisztult tudat intuitív működésének. Innentől kezdve tudsz segíteni a családon. Teljesen fordított lesz a helyzet, nem a családot okolod a saját karmádért, hanem saját és családi karmádat átlátva tudsz segíteni a családodon, és így magadon is. Ezért fontos a gyakorlat. Egyéb kérdés? Ehhez kapcsolódna a kérdésem a karmával kapcsolatban, hogyha ráláttam arra a karmára, hogy ö, én hoztam otthonról egy karmát, de én ezt tovább is adtam, hiába menekültem el otthon, azzal a tudattal, hogy ezt ne vegyem fel. Tehát nem tanultam meg euh, jobban élni, vagy boldogabbnak lenni, mint a szüleim, és gyakorlatilag ugyanazt adtam tovább a gyerekeimnek. Mi a kérdésed ezzel Azt a volt, nagyon komoly felismeréssel kapcsolatban? Hogy, hogy ezzel mit tudok kezdeni? Tehát, hogy alapvetően idáig jutottam, hogy ezt így felismertem. Hogy hát akkor a gyerekeiddel csináltam. nagyon sok méreható, és praktikus beszélgetést kell folytatni. Hát elsősorban rá kell mutatni erre a hetedíziglen hagyományozott karmára, hogy ez micsoda, hogy minél hamarabb vegyék észre magukban, vegyék birtokba, azaz vállalják el, ismerjék el, hogy ez bennük van, és kerüljenek fölé a meglátás, megtapasztalás által, hogy uralmi helyzetbe kerüljenek. Mert ha nem, akkor ugyanúgy tovább fogják adni, sőt, ugyanúgy fognak szenvedni tőle, mint te magad az, hogyha te elviseled mások uralmát és dominanciáját magad fölött évtizedeken keresztül, az önmagában még nem old meg semmit. Meg kell őket tanítani, hogy ezt hogy ne tegyék. És innentől kezdve a te dolgod az, hogy belül ezt a karmát ugyanúgy lásd meg, mint hogyha most találkoztál volna vele először. És ugyanúgy lásd meg a saját kezedet, hogy hogy teszed magadat áldozattá például és hogyan ne legyél ezután elkövető, miután megláttad, hogy hogyan lettél áldozat. És maradj meg abban a tiszta állapotban, amely sem áldozat, sem elkövető. Aztán egy idő után odáig jutsz, hogy, egy idő után odáig jutsz, hogy nem hagyod, hogy más elkövetővé vagy áldozattá váljon a környezetedben. Na ezt hívjuk bóthiszatva útnak. Ezt hívjuk segítségnek a szó nagybetűs értelmében. De ez anélkül, hogy a gyermekeidet valamilyen módon a felébredés felé ne segítenéd, nem megy. Miért? Az előbb hallhattad, hogy nem ok nélkül és végképp nem véletlenségből születünk abba a családba, ahova. A te gyerekeid is okkal születtek hozzá, sőt, előre megalapozott karmával. Ennek az idegen szava predispozíció. Olyasféle tendenciákat, szokásokat hoztak magukkal, amelyek pont ezt sajátították el, amit te adtál nekik lelkileg. Úgyhogy a felébredés, a ráébredés, a lényeg tapasztalása, a meglátás, ezek mind-mind ugyanazt jelentik ebben az esetben, és az eredmény az az, hogy szembenézel vele, elvállalod, a teremtettségét látod, és ezáltal a saját teremtőképességedet visszanyered. Ezt tudod a gyerekeidnek adni, de a karmájukat elvenni nem tudod. Csak a sajátodat tudod. És ezzel segíted őket. A karmának három alapjegye van, hallhattad a bevezetőben, hogy van egy teljesen természetes entrópia az univerzumban, tehát hogyha nem takarítanánk ki ezt a darmatermet, napokon belül poros lenne, heteken belül ilyen kis rovarkák és egyebek, és hogyha évekig egy ilyen épületet egyedül hagysz, magányosan és Emberi beavatkozás nélkül a természet tökéletesen birtokba veszi. Ez a mulandóság. Másfelől ez a feltételhez kötöttség, és egy újabb szögből ez a tökéletlenség, vagy eredeti tulajdonság nélküliség. A szeretett kapcsolatok a legsérülékenyebbek, és ezért a legenergiaigényesebbek, de ezek is adnak a legtöbb energiát vissza. És éppen ezért nagyon jó kell látni a mulandóságukat, tökéletlenségüket és feltételezkötött voltukat, hogy mi emberek valahol egymásnak egy boldogabb életet tudjunk nyújtani, ne pedig szenvedjünk és ezáltal szenvedtessünk teljesen feleslegesen. Ezt tudod tenni, tehát az úton járj és mutasd meg az utat a gyermekeidnek, és viseld el, ha ők nem akarnak rajta járni akkor szenvedni fognak, és talán a magvak beérnek úgy, hogy visszajönnek anyuhoz, és megkérdezik, hogy mit mondtál nekem olyan két-három évvel ezelőtt? Most már azért szeretném még egyszer meghallgatni. És akkor érettek. Jó? Egyéb kérdés itt balra. Szóval én ehhez kapcsolódva szeretnék kérdezni, csak a fordított helyzetben. Nekem édesapámmal volt ilyen viszonyom, hogy nagyon sokáig azt gondoltam, hogy egyedül ő a hibás felém, és én csak elviselem, vagy hát jogos az, hogy én mérges vagyok rá, vagy haragszom, és most az utóbbi fél évben láttam át, hogy valójában hozzásegítettem a saját karmámban is maradni, azáltal, hogy nem ismertem fel az övét, és nem ismertem fel, hogy voltak éppen, amit ő hoz, az is egy ilyen korábbi mintának az eredménye, és én most... Hát neki is szeretnék segíteni, mert úgy érzem, hogy hát véges az idő, idős, és nem vagyok benne biztos, hogy például elkezdeni meditálni, vagy ilyen gyakorlatokat tenni. Én tudok erre az útra lépni, vagy foglalkozom, de hogy egy ilyen kapcsolatban, ahol én, én még az útra szeretnék menni, ő pedig már annyira nem foglalkoztatja ez, hogyan tudom megjavítani ezt a kapcsolatot. Ki az erősebb, ő vagy te? Ő. Akkor az ő akaratta fog érvényesülni. Családon belül a legnehezebb a tanítás. Nem csak az angolóra, a jóga és a különböző egyéb tárgyasítható dolgok tekintetében, hanem a darma tekintetében is. A buthának volt egy fia, Ráhula, Ráhula szerzetes lett, miután az apja megvilágosodva hazatért az erdőből, és a haza az a különböző ligetek. Hazatért azt jelenti, hogy a társadalomban ismét megjelent. Ilyen fizikai otthona nem lett még egyszer, de Ráhula csatlakozott a rendhez, és szó nélkül el is tűnt. Semmi hír róla. Nem lett pátriárka, nem lett mester, nem lett belőle így a szó tanító értelmében senki. Ez azt mutatja, hogy mennyire nehéz családon belül átadni bármi mást, mint karma. Tehát, ha azt, hogyha te meg akarod haladni, akkor egy picit ki kell lépni a családi környezetből, megváltozni, megerősödni, letisztulni, és akkor az apád lehetőleg már nem csak a fiaként fog tudomásul venni, hanem a fiaként is, és esetleg még valaki, akire hallgat bizonyos tekintetben. Hogyha példákat nézek, Korea, Amerika, Európa, akkor ez nagyon sokáig tart, és az apák elképesztően csökönyösek a gyerekeikkel szemben, mert ők úgy szocializálódtak, hogy nekik van igazuk, a gyerek meg kövesse, az kész. És így telt el év. Ezt az apák nagyon nehezen írják fölül, hogy egyszer a gyereknek is lehet igaza. Miért? Mert felnőtt és esetleg jobban lát, mint én. Csak hogy ne maradjunk le a női oldalról, az anyák esetében más a probléma, ott nem engedik el a gyereket. Tehát nem hiszik azt, hogy nélküle is önálló lehet, és fel tudja venni a gatyáját, és tud magának egy tojásrántottát sütni, sőt, le is törli utána az asztalt, és elmosogat. Tehát a szülői ragaszkodás a gyermek képéhez az gátja a felnövésnek. Ebből kell neked tudni kilépni, azután esetleg az apád meghallgat de előtte mindig csak gyerekként fog tudomásul venni, és az akarata, esetleg te is úgy fogod látni, erősebb, mint a tiéd. Ezért kell a csoportban, a szangában fölnevelődni szellemileg, megerősödni akaratodban és elhatározásodban, és utána segítő szándékkal visszatérni a családhoz. Ezt persze több lépésben és több kisebb elvonulásban javaslom. Ha Szellemileg is teljesen felnőtté szeretnél válni és követni az utat. Legnagyobb nyugati bóthisszatvánk mondta szabad fordításban, ha nem vágod le magadról apád és anyád karmáját és kötelékeit, nem követheted az önvaló megvalósításának az útját. Ezért kell. Jó? Köszönöm. Egyéb kérdés? Reggel ezt kérdezte tőlem, hogy, hogy mi a tűz, és ez a kérdés így végig az egész napomat egészen mostanáig. Megoldottad? Mielőtt eljöttem ide, volt egy álmom, amikor megérkeztem ide, te megkérdeztél, hogy hogy vagyok, és majdnem elkezdtem fecsegni minden félét, hogy hogy vagyok, viszont ott sikerült megállítani, és annyit csináltam, hogy így dobantottam egyet a padlóra. És utána ezen elmélkedtem, hogy vajon milyen lett volna, hogyha erre a kérdésre, hogy mi a tűz szintén itt a dharmateremben mondjuk dobbantok. Egy Csak, ég, hogy milyen darul, és, és hogy miért nem csináltad meg? Olyan jó lett volna. Meg? Látod, mert a víz Igen. az kicsit lefogta a tüzet azért. Igen. ez Elkezdtél utána gondolni. Ezen elmélkedtem. Pedig hozzá. olyan jó lett volna, és most nem mondom meg, hogy mit válaszoltam volna arra, hogyha te dobantasz. Azt mondtad volna, hogy és még? Hát te tudsz valamit? Nem olvastál valami zenkönyvet? És, és akkor, akkor? És akkor valószínűleg felkiáltottam volna. Akkor azt mondom, hogy érted az egyet, nem érted a kettőt. És akkor tovább gondolkodtam volna. Hát valószínű. Vagy megkérdeztem volna, hogy, hogy mi a víz. Akkor azt mondom, hogy szalad a kutya a csont után. Köszönöm. Gyere gyakrabban. Oké. Okay. Egyéb kérdés itt, tessék. Télelőtt életemben először meditáltam, és rengeteg elfolytott mély érzést tört ki belőlem. Akkor jól csináltad, mondja tovább. És a családi karmával lenne kapcsolatos. Kiskoromban egy édesapám elhagyott. Miskolcról nagyon fiatalon felköltöztünk Pestre, édesanyám és nevelőapukám. Már akkor eltávolodtunk úgymond a család nagy részétől. 14 évesen elkerültem egy akadémiára, teljesen külön kerültem három évig, majd mikor felköltöztem rá egy pár évvel, már én teljesen külön éltem. Most ott tartunk, hogy hat éve kint vannak a szüleim külföldön, és ez egy nagyon mélyen elnyomott dolog bennem, hogy, hogy, hogy el vagyok tőlük szakítva, szinte egész életemben ezt érzem legbelül milyen, és ez nagyon uh, sűrűn, és hát nem is sűrűn, akár havonta van, hogy évente egy előtör belőlem, és ez sokszor sajnos a feleségem a pedig ő ugyanúgy ott van mellettem, mindig is támogat ebben, és ezeket a mély nem tudom, hogy hogy kezeljem sokszor, és hogy lesz ennek valaha megoldása. Na most itt az elhagyatottság az apa által, az szinte biztos, hogy olyan környezetbe tesz téged, lázd küzdősportok, ahol az apa figura ismét megjelenik. A parancsnok, az edző, mindig ugyanazt hozza, azt a fegyelmet, amit a vérszerinti apa nem adott meg, és minden nevelőszülő becsületére legyen mondva, hogy ugye felnevel olyan gyermeket, aki nem vérszerinti. És a karma nem tökéletesen passzol, messze nem úgy, mint a vérszerinti szülőnél nevelkedne, de mégis felnevelt. Az elhagyatottság karmáját azt úgy tudod orvosolni, hogy te szentül megfogadod, hogy ezt nem adod tovább. És a dű az egy taszító mozdulat. Extrém esetben romboló mozdulat. Az igazi bajunk az, hogy a szenvedést, a betegséget és a halált nem tudjuk külön választani, ezért félünk a haláltól, és ezért nem akarunk fogorvoshoz menni. És amikor tényleg szenvedünk fájdalom és halál nélkül, akkor nem tudjuk felfogni, hogy valójában mi történik. Tehát a legnagyobb szenvedés az az elhagyatottság és a magány, mert annyira megjósolhatóan társas lények vagyunk. És azt a dühöt, ami az elhagyatottság, az elhagyottságból következik, a legparadoxabb módon azokon vezetjük le, azokon éljük ki, akik az új társaink lettek. És ezáltal elkezdjük megörökíteni a kört, és újra elindítani az elhagyatottságot, hiszen egy dühös emberrel senki nem akar együtt élni látszik, hogy ezen igyekszel uralkodni. És én javaslom azt, hogy a ma tanult tantien praxis az legyen napi 24 órában a tiéd, a meditációs gyakorlatok közül a leborulás és a mantra éneklése nagyon sokat tud segíteni, hogy mielőtt a dű megjelenik, már el is párologtatod. Tehát mielőtt a gyomnövény felmagzik, már a gyökerét kiszedted. Ez a tudat terének a kitágításából, térszerű, tükörszerű természetének a tapasztalatából következik. Hogyha egy nagyon nagy teremben vagy, és valaki kinyitja az ajtót, akkor 10-15 méteren keresztül jön oda hozzád. Ez alatt meglátod, hogy ő kicsoda. Ha csak egy nagy szobában vagy, ugyanez 5-6 méter, egy kisebb szobában, két-három méter, és hogyha pont az ajtó túloldalán van, az ajtó kinyílik, és nincs időd, azonnyomban fel kell ismerni, hogy ő kicsoda. A szoba mérete a tudattere. A vendég a karmád. Ha nem elég nagy a tudattere, akkor a tudat vendég elkezd uralkodni a szobán. Elkezd neked nagyon erősen ilyen sugallatokat mondani, hogy üssed, állj bosszú. Légy erőszakos. Mert akkor vagy erős, ha erőszakos vagy. Érted? Tehát az erőt és az erőszakot, a határozottságot és a durvaságot, ezt teljesen külön kell tudni választani, és ez csak úgy megy, hogyha egy elég nagy tudati térben engeded ezeket szétválni. Ehhez egy erős tükör kell. Ehhez egy egységes, osztatlan, gondolatmentes tér kell. Ezért jó ez a gyakorlat. Közhely, hogy agyban dől el. Az en szerint még azelőtt eldől, hogy az agyadba bejut. Mielőtt gondolat már eldőlt. Ezért kell látni és meditálni, és helyesen alkalmazni, miért. Mert akkor jól ismered fel a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen működsz, vagy együttműködsz a társakkal. Azt szeretném kérdezni, hogy nálam is ugye ez a családi karma abban, nyilvánulna meg, hogy mi elváltunk a feleségemmel, és van egy kettő éves kisfiam. Én attól félek, hogy nem lesz túlzott beleszólásom az ő életébe. És ez, ez, ez nap mint nap megfogalmazódik, mint, mint gondolat és érzés. Ha együtt élnétek, akkor se lenne túl sok beleszólásod az életébe. De a jelenléteddel tudnád igazán nevelni főleg az apák gondolják azt, hogy majd a gondolatom, majd az akaratom, majd az én apaságom, nem? A jelenléted már neveli a kölköt, mielőtte bármit megnyilvánultál volna. A tudattartalmad, az energiád, az hat a gyerekre. Nézd meg azt, hogy milyen csak vele lenni, és a szemébe nézni, és a jelenlétében lenni, és ő a tiedében, mielőtte akár hozzáértel volna vagy megszólaltál volna, és akkor abban a kölcsöntásban már eldőlt minden. Köszönj, hogy a gyermeknek mind a két szülőjéhez joga van, akármilyen a családi állapot, és akármilyen a gyermek elhelyezés. Tehát tessék jelen lenni a gyermek életében. Ilyenkor a fészek megoldást szoktam javasolni, erre teljesen spontán jöttem rá egy kérdés nyomán, hogy igen, van ilyen, Európában vannak olyan országok, ahol nem a gyerek mászkál a kis hátizsákjával apától anyáig és anyától apáig, hanem a szülők bizony összerakják azt a pénzt, amitől a gyereknek lesz egy lakása, és abban, ha kell, kettő darab hálószoba van, és a szülők ingáznak a gyermekhez. És akkor a gyermeknek nincs az az érzete, hogy ő ki van lakoltatva hetente, vagy két hetente, és sehol nincs otthon. És a szülők általak szeretik. Most ez hogy van? Úgyhogy igen, a szülők néha válnak, mert a karmájukat nem tudták megoldani. De miért kell széttépni a gyereknek a biztonsági zónáját? Miért kell két fél helyen laknia egy egész hely helyett? Ezzel már rengeteget segítettetek neki, és olyan biztonsága jelenléte, összeszedettsége van a gyereknek, hogy nem két rendetlen szobája lesz, hanem egy darab rendes. Előbb-utóbb. Már ez egy óriási lépés, és az a jelenlét, amely a gyermek kedvéért tényleg elsimítja az ellentéteket, harmonizálja a hullámhosszokat, az én szüleim, hát ez a régi generáció kibírtak mindent. Mindent. És vélemény félretesz, gyerek előtt nem vitatkozunk, gyereket főneveljük, családot egybe tartjuk. Miért? Mert ez a dolgunk. A kötelezettségünkből nem csak az következik, hogy milyen jó veled éjszaka, hanem az is, hogy kitartok melletted, és mihelyt megszületett a gyerek, már ő a legfontosabb, nem te vagy én. Hát ezt lehet, hogy újra meg kell tanulni és akkor nem szenvedünk és szenvedtetünk ennyit, közben megpróbálunk ilyen infantilis mosolyjal belemenni a világba, hogy ja, ja, boldognak kéne lenni, ja, ez így nem megy. Úgyhogy a harmonizált jelenlét, a gyermek felé való lojalitás, úgyhogy nem vitatkozunk előtte, és nem utalunk egymásra a gyereken keresztül, és végképp nem küldünk üzenetet a gyereken keresztül a másiknak, mert akkor mit csinálsz? Gyakorlatilag megtanítod a gyermeket passzív-agresszív viselkedésre, és le fogja rajtad verni később. És a társán is. Hogy eszméletlen következményei vannak annak, hogyha a szülők nincsenek egy hullámhosszon, és nincs egy közös gyermeknevelési stratégia, akár együtt élnek, akár nem. Úgyhogy az Excel méreható beszélgetéseket kell folytatni úgy, hogy a gyereknek mi a legjobb, itt már nem rólatok van szó kétszeresen sem rólatok van szó. A gyerekről van szó, és ha kell, akkor az egyébként igen korrekt és igen gazdag magyar idevágó irodalomból ilyen szekérderéknyi könyvekkel kell oda menni, hogy XY, aki mondjuk 3-4 évtizede a szakmában van, mit mondott erről, és mi a tapasztalat mondjuk gyermekpszichológus, terapeuta, sat sat, 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 hogy a gyermek mit fog csinálni és mit fog szomatizálni akkor, hogyha ezt nem rendezitek. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Félelem. Nagyon erősen jelen van a, az életemben a félelem. Konkrétan, amit felismertem, egy típusú félelem. A nagyon egyszerű, a félelem mindentől, ami ismeretlen. Ez perfekt, nagyon jó. Hogyan tudok, milyen módon, milyen gyakorlattal tudok ezen úr ellen, Hogyan tudom ezt kezelni, milyen gyakorlatot? A megismeréssel. Ugyanis azt mondtad, hogy az ismeretlentől félsz. Tehát ha megismered, akkor nem félsz tőle. Ha begyakorlom, akkor nem. És Pontosan. erre már volt példa, csak vannak olyan példák, amit úgy nem szívesen gyakorlom. Tehát nem szívesen gyakorlok, nem tudom, öt évente egy-egy orvosi beavatkozást. Hát a megismerés nem azt jelenti, hogy eljutsz az orvosi beavatkozásig. Uh -huh. Itt azt jelenti, ez a jnána joga az értelemnek a valósághoz való igazítása. Tehát egy olyasféle gyakorlat, ahol te a megértés által a félelmet eloszlatod. Ma elénekeltük a szívszutrát, ugyancsak kurjaiul, de aki reggel és este itt van, magyarul is énekli, és ott van egy olyan passzus, ami így szól, az akadálytól mentes tudatban nincsen félelem. Fordítsd vissza, ha félsz, akkor ott belül akadály van. Valaminek a működését, a tatváját, az ilyenségét nem láttad át. És hogyha átlátod, megismered, először nyugodtan gondolt gondolatok által, de utána nézd meg, hogy gondolkodás nélkül is mit tudsz meglátni belőle, hogyan tudsz egyé válni vele. És a félelemnél három hiba szokott lenni. Az egyik, hogy menekülünk. És akkor mögötted ott van a félelem, és hirtelen egy ilyen kis ugató kutyából egy dúvad Tyrannosaurus rexé változik olyan három másodperc alatt. Miért? Mert elindultál ellenkező irányba, és rohansz, menekülsz, és növeled a félelmet, ami a hátad mögött van. A második hiba az a harc. Elkezdesz harcolni vele, és akkor szintén a kis bolhából óriási elefánt lesz, mert táplálod energiával akár a yin reakció, menekülés, akár a yang reakció, harc, növekszik a félelem. A harmadik probléma az a kék halál, amikor lefagysz. És amikor úgy fagysz le, hogy semmit nem tudsz felfogni, nem látsz rendesen, nem hallasz rendesen, megdermeszt a félelem, akkor tényleg benne vagy a Miskolci kocsonyában, és már csak pislogsz, mint a béka. Néha még az sem. Úgyhogy innentől kezdve, ha szembefordulsz a félelemmel, nem menekülsz, nem harcolsz, nem fajsz le, hanem megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön, akkor a mi ez kérdés megtartja a látótávolságot, és a honnan jön pedig felfedi az okozatiságot. És maradj meg a kérdésben. Nagyon sokan félnek a sötétben. Fogalmuk sincs, hogy mitől általában a korábbi sötétbeli éjszakai és egyéb élmények, azok úgy tornyosulnak ilyen projekció hegyekként a tudatban, úgy is, hogy nem tudod, hogy mi az. Csak ott vannak, mint árnyak, mint sötét tudat vendégek. És hogyha valaki ilyen gyakorlatot szeretne folytatni, akkor egyszer csak menjen ki a sötétbe, úgyhogy tényleg nincs semmilyen villamos szikra, lámpa, egyéb, de tudod, hogy a közelben mondjuk pár száz méterre ott van egy templom, egy lakóhely, stb., és engedd meg, hogy ez a jeges, izzasztó, dermesztő valami ott elfogjon téged. Az agyad egy része tudja, hogy biztonságban vagy, de a lényed nagy része a szokásos félelemnek elkezd engedni, és akkor tedd fel a kérdést, hogy mi ez? Mitől félek? És maradj meg a kérdés állapotában, és hogyha a tantiened, a jelenléted, a kérdésed erősebb, akkor a nem mozdulóban megmaradsz, és ami mozog, ami jön és megy, az szépen el fog tűnni. Hogyha a jelenség erősebb a jelenlétednél, akkor a kérdésre válaszol, elkezdesz üvölteni, pánikolni, és berohansz a legközelebbi házba vagy gyurtába, és megöleled a legközelebb, hogy segíts rajta, mert úgy félek. És akkor külső pontos kérdésed lesz, a belső helyet, mert ő fogja megkérdezni, hogy na mitől félsz? Mondjad. Nem tudom. Hát akkor nyugodj meg, mert valójában itt nincs semmi baj. Én tudom, hogy itt nincs semmi baj. Ebben a pillanatban egy ilyen gyermekbe átmentél, és ő lett a felnőtt. Úgyhogy vagy belül, vagy kívül, de a kérdést föl kell tenni. És akkor a kérdésben való létel, a tartózkodás, a mozdulatlan, tiszta tükrözés előbb-utóbb a félelem tárgyát, a félelem működését teljesen el tudja oszlatni. Jó? Szívesen. Más kérdés, bárkitől? És nekem van egy 22 éves fiam, és én, ugye jó magam, elhagytam így a, a, a szülői fészket elég korán, 15 négy évesen, és én pedig a fiamat, vagy fiam életéből úgy ugye, tehát nem vele éltem. Tehát elkövettünk minden hibát, az, amiket itt az előbb elmondtatok, és az a kérdésem, hogy hogyan lehet ezt most valahogy, amit mondtál, hogy ugye a, tehát hogy a helyes útra tenni, mert hogy eléggé látom saját magamat. Fiadnak tenni. van most párkapcsolata? folyamatosan van. Folyamatosan. És akkor hol? valamit jól csinál. És tehát, folyamatosan egy, tehát ő nagyon. Akkor még jobban és csinálja. Hamar szeretnek gyerekkel, családot. Akkor kell egy olyan három oldalú beszélgetés, ahol te képes vagy elviselni a kritikát. Mert a fiad biztos, hogy amikor elmondod ezt a karmát neki, ennek a gyökerét, biztos, hogy azt mondja, anya, miért tetted? Hogy lehetett ez? És erre azért van szükség a párja előtt, hogy dupla impregnálással leszigeteljétek ezt az egész karmát, magyarul ne ismételje meg a fiad és a párja. Tehát tudatosítsd bennük azt, ami ebből az övék, ami a tiéd, azt te viszel, te könnyíted, nehezíted, és tedd őket teremtő helyzetbe, ébrezdőket őket rá, hogy e fölött ők az urak, és hogy ők hozzák ki ebből a legjobbat, és ne váljanak a saját szokásaik áldozataivá, csak azért, mert a szüleik vagy a szülője, vagy a fiadnak te ezt csináltad. Jó? Most. Hogyan tudom hogy megtartani ezt a hallgatást? Az a, így a probléma, főleg, hogyha valakit nagyon így szeretek, hogy azonnal, hogyha elkezdenek önmagukról egyet mesélni, akkor én már azonnal hozzá szeretnék valamit tenni. Szt! így. Képzeld el, hogy ott vagyok. Majd szól a belső kis but, ha nem kellek a hozén. Hogyha úgy érzed, hogy amit mondasz, az értékesebb, mint a csend, amit megtörsz, akkor mondd ki. Ha többet használ nekik, amit hallanak, mint neked, hogy kimondod, akkor mondd ki. Na ha csak a magad kedvéért mondod, akkor biztos, hogy ezt ők nem úgy fogadják, ahogy te szeretnéd. Jó? Jó. Helyzetfelismerés, kapcsolat, együttműködés. Oké? Okay? Na ezt kéne megtanulni. Ez elég kemény. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Sokáig úgy éreztem, hogy ez az önkeresés ez úgy nyilvánul meg, hogy próbálom szakmákban megtalálni magamat, és próbáltam önkéntelen is azt veszem észre ki projektálni, és azzal, hogy megtalálom ezt a úgymond szakmát, ami igazán közelít hozzám, ez a megtalálom önmagamat, is aztán persze erre később rájöttem, hogy ez, ez nem így működik. De miért nem? Egy szakmában megtalálni önmagadat nagyon férfias dolog, de ne csak a szakmádban találd meg önmagad. Mi éppen szeretnéd még? Sorold fel. Hát emberekkel való kapcsolatban. Húrá! Na, végre ezt nem kellett oldani. Igen, következő. A természettel való viszony, természettel mondjuk. Nem árt, nem árt. Nagyon jó. A másik pedig az, hogy kicsit attól szenvedtem, hogy több területet lefed ez az érdeklődés, és nem akartam úgymond szétesni. Ilyenkor mindig felmerül bennem, hogy mennyire engedhetem meg magamnak azt, hogy szabadon területek között. Egyébként művészeti ágakról van szó, tehát végül is van kapcsolat, csak hogy sokáig ezt a ki vagyok én kérdést, ezt én ezen keresztül tettem fel. Itt két hiba van a kérdésben, az egyik a ki, a másik az én. Tehát állandóan a személyhez fogsz visszajutni, és nem látod a személyt egy olyan nézőpontból, amely nem személyes vagy személytelen, hanem gondolkodás előtti. Tehát az ilyen haladó nyugati intellektus úgy szokott ettől félni, akkor a személytelen, abban én nem vagyok benne, akkor az embertelen, akkor az olyan semmi. Na, hölgyeim és uraim, ez mind gondolkodás nem minősítem, hogy milyen gondolkodás, csak egyszerűen, mint fűrészpor a szélben, így, fú, így elmegy. Hát amikor nem gondolod ki mindezt, na azaz, erről beszélünk. Amikor azt látod, hogy az ég csak kék, és a fű csak zöld, és ha valaki szomjas, inni adsz neki, ha valaki éhes, akkor enni adsz neki, akkor ez ilyesféle gondolkodás nélküli. Tehát nem ellenőrizgeted magadat jobbra-balra. A sokféle művészeti ágtól nem fog szétesni, a dekoncentráltságtól esel szét, ha szétesen. Tehát, ha elég erős a jelenléted, akkor szimultán sok játsz, mert játszhatsz az élettel 32 táblán, ha akarsz. Azért egy belső hierarchia nem árt. Tehát az, hogy mi a legfontosabb, meg előbb-utóbb ki a legfontosabb. Az a kérdés, hogy ki vagyok én, az egy fiatal ember kérdése, nagyon jó. De hogyha rá akarsz jönni arra, hogy mi az, ami látja és végül alakítja ezt az ént, ezt az avatárt, akkor vet ki a kit és az ént. És akkor két hatalmas hagymaréteg így leesik. És akkor a gyökeréhez el tudsz jutni, ami a mi ez. Ez is úgy, hogy a mi ez szó nélkül. Fel tudod tenni a kérdést szó nélkül egy idő után belül és akkor a tudat megáll teljesen támasz nélkül. Képzelj el egy hajót, amik a viharos tengeren horgony nélkül így áll a hullámokon, anélkül, hogy bárki lebetonozná a tengert, pedig nagyon sokan ezt szeretnénk. Hullámzó tengeren a hajó csak vertikálisan fölle mozog, nincs horgony, senki nem mozdul a felélzeten, és nem borul egy centit se, jobbra, balra, nem billeg előre, hátra, nem csavarodik, ott van mozdulatlanul a viharos tenger tetején. Ezt tudatilag meg tudod csinálni. Csak eleget kell gyakorolni hozzá. Jó? Köszönöm. Szívesen. Említetted a tarma folyamán, hogy eldöntöttük azt, hogy megszülessünk. Ez szóval a kíváncsiság nem hagy nyugodni, hogy valahol azt gondolom, hogy emlékeznünk kellene, és miért nem emlékszünk erre? Tehát lehet, hogy nem Azért, is kellene... mert az univerzum nagyon emberkímélő módon működik, és ezért nem emlékszel rá. Amikor nincs agyad, akkor nem úgy döntesz, mint amikor van. Ez is egy nagyon szerencsés dolog. Tehát ne úgy képzeld el, hogy egy előző testben ezt eldöntötted, hogy most te ez leszel. Általában nem is szoktunk meghalni, hanem különböző fájdalmakkal, tehetetlenséggel, képekkel, zavarokkal, és akkor úgy megyünk ki a testből. Ez a döntés nem diszkurzív gondolkodás vagy dualisztikus érzelemvilág terméke. Maradjunk ennyiben. Ez a karmádnak egy olyan szintű vállalása, hogy te mondjuk felveszel egy felajánlott testet, egy ilyen lehetőséget, amit nyílik, azt kihasználod, és nem fordulsz vissza mondjuk az első trimeszterben. A nyukák eszméletlen sokat szenvednek spontán vetéléstől, és minden együttérzésem egyszerűen a magzatban lévő lélek visszafordult. És kész. Tehát nagyon sok helyen ki lehet ám ebből szállni, és hatalmas bátorság kell ahhoz, hogy te bizony menjél bele abba a vágykürtőbe, ahol leendő apád és anyád valami eszméletlen módon egy év álltak aznap éjszaka, és lejöjjön. Elvállalja azt a picike kis pontot ott, ami a helyfoglalás a moziba. És akkor egyszer csak dagad a színház, és elkezdődik a műsor, és megszületsz. Nagyon nagy vállalás, de hajt minket egy csomó dolog. Az első a szomj, a létszomja. Szanszkritul tanhá. Ez a létszomja, az annyira erős, hogy ilyen lehetetlen helyzetekben leszületünk csak azért, hogy legyen test. Hogy lássunk újra, hogy halljunk újra, hogy ehessünk újra. Ha nincs fogam, nyelvem, ajakam és szám, valamint torkom és gyomrom nem tudom a finom vegakaját sem elfogyasztani, a disznóságokat sem. A másik pedig, hogy hajt minket különböző szintű vágy az élet élettapasztalatára, és azon kívül az élet megismerésére. Ezen kívül, hogyha ilyet is hoztál magaddal, a meghaladására. És a meghaladása sem megy test nélkül, mert ha van olyan karmád, amit emberi testben teremtettél, akkor egy újabb emberi test felvételével tudsz csak módosítani rajta, akár úgy, hogy megtartod, akár úgy, hogy eltörlöd, akár úgy, hogy újra teremted. Eszméletlen fontos az emberi test ahhoz, hogy fölébredjünk, hogy a viszonyainkat ismét éljük, hogy érzékeljünk, és hogy alapvetően az élet tapasztalata a léleknek meglegyen. Ezt egy modern példával illusztrálandó ha nem töltesz le egy szoftvert a felhőből, és nem találkozik a hardverrel, akkor nem futtatható. Most hagyjuk a szerveroldali alkalmazásokat, jó? Csak a kliensről beszélünk. Nem futtatható, hogyha egy szoftver és egy hardver nem találkozik. Ha a lélek nem születik le a testbe, nincs életben. Kész. Csak virtualizálás van. És ezért nagyon sokat beszélünk az álomról, nem úgy, mint joga, hanem úgy, mint létállapot. Mert az álom az nem realitás. Az álom az egy virtuális állapot, és amikor mondjuk éjszaka álmosz, nagyon sok mindent láthatsz, de nem tehetsz semmit, mert a test az ott van, és állítólag alszik, vagy horkol, vagy fordul, vagy forgatják. De amíg nem veszed fel újra éberen a testet, addig semmit nem tudsz megvalósítani az álmaidból. Ez kicsiben ugyanaz, mint a születéskényszere. Úgyhogy ezért kell nagyon megbecsülni az emberi testet, és megbecsülni az életet, de ezt csak akkor tudod, hogyha látod, hogy ez honnan jön, hová megy, mire való, mire használandó, és mennyire értékes. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Amikor egy családban nagyon sok az elhalálozás, hogy viszonylag fiatal koromban már meghalt a testvérem, anyukám, sorban nagyszüleim, és úgy én kísértem őket így a halálhoz vezető úton, hogy, hogy ez így a karmámból adódóan jön, vagy van bele dolgom, esetleg így ezen az úton kell járnom, segítenem. Korai felnövekvés, és nem fizikálisan elsősorban, hanem mentálisan. Tehát a buddha akkor nőtt föl, és akkor vált érett személyisége, amikor 28 évesen a palottából kikocsizva látta a születés, öregség, betegség, halál négyesét, így egy fuvarral. Az, hogy neked ilyen családi karmád van, az azt jelenti, hogy neked szellemileg nagyon hamar meg kellett érned, és azért is választottál egy ilyen családot, hogy ezt bizony ne hagyd figyelmen kívül, hogy ez az életed Aktív, tudatos része legyen. És ezért ebben az igénybevételben, konfliktusban, gyászban, ahonnan ezt érzékeled, fel kellett nőnöd. És ez nem azt jelenti, hogy te is így jársz majd, mint a családtagok. Tudnék mesélni az apai oldalról, sikerült transformálni azt a karmát, hogy ez lett belőle, és nem más. Lehetett volna más is belőle. De ez lett. Ez az én döntésem volt, hogy milyen úton megyek, mondjuk 24 évesen. És ez lett belőle, nem más, és ez már a te döntésed, hogy milyen életet élsz, és tághatárok között meddig. Miért? Te azt már tapasztaltad így a családi karma során, hogy nem az számít, hogy mekkora a kora, hanem az, hogy a sora most van el. És hogyha ő van soron, akkor megy. Sajnos. Ha a lélek valamit itt úgy befejezett, hogy nem folytathatja tovább, akár külső akadály, baleset, egyebek, vagy belső betegség, stb., akkor ő megy. És ezt kell tudomásul venni, és három dolgot tenni. Az egyik a köszönet, megköszönjük egymásnak azt, amit adhattunk és kaphatunk. Tehát ez a köszönet és hála, a másik a megbánás és megbocsátás, ezek az elkerülhetetlen hibáknak a meglátása és a kiszedése az azonosulás sikjából, és a harmadik pedig a jó utat Isten hozzád. Egyébként a legmagasabb szintű tanítást a halotti szertartások hordozzák ott, ahol a nem kettőség tanítása benne van. A búcsú az nem csak emlékezés, hanem tanítás az eltávozott lélek részére. És ha ez benne van, akkor már segítettél rajta a testen kívül is. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Arról szeretnék, amit most itt tapasztaltam, tehát a mostani napról szeretnék beszélni. Életemben először vagyok mondjuk ilyen körbe, és valóban mondjuk jog, jogázom, és, és relaxálok, tehát ez valamelyest azért kicsit már. Relaxálsz is? Így, hát relaxálsz, biztos. Igen, hát a jogával, hát a jogával, nagyon a jó. Mondom mert ott szoktunk. De hát szóval egy picit azt mondom, hogy már próbáltam, de tulajdonképpen otthon nem tudok meditálni. És azért Én sem. Hiszem, tulajdonképpen, hogy valószínű itt a társaság között ez biztos, hogy sokkal jobban megy, és tényleg úgy van, hogy az első 20 perc az nagyon nehéz volt, mert még a, Alig tudtam a fenekemen ülni, szóval mert otthon se tudtam 15 percnél mondjuk de, és azt, hogy én majd kétszer, húsz perc, vagy fél óra, vagy ne, hát ez, ez nehéz volt. De most a délutáni, ez valahogy egy kicsit mindenféleképpen megnyugtatott, mert hát ugye vannak ilyen kis reket vagyok, mindig kell félnem, hogy jaj, krákogni kell, hogy zavarjak, de ezt most a második délután, ezt valahogy le tudtam küzdeni. Hát, Nagyon örülök. És, és, az volt a tapasztalatom, tulajdonképpen, hát ezt szeretném elmondani, hogy a délutáni meditáció alatt az volt, hogy a csend, tehát nem a csend, hanem a, a hangokra figyeljünk. És olyan csend volt délután, délelőtt még voltak hangok, hogy fantasztikus csend. Volt. Hát senki nem mert megmozdulni, gondold nem el. Itt, nem itt, nem mindenki itt. hallgatózik. Kint, és kint hogyha mozdulsz, azonnal mindenki meghallja, hogy honnan hogy... jött, és tudják, hogy te voltál. Így szabad, de tényleg azt tapasztaltam, hogy olyan csend volt, mint egy kint egy egy, egy és itt most van, de azt nem lehetett hallani. És nincs az... is, hát itt légyzőmögés, és hogy lenne? Itt egy légy. Most hát nincs épp, itt is légy. légy. Szóval Na, azt hallgattuk, mondjad. Hogy egy olyan nyugalmi állapotba kerültem, hogy én a saját szívdolgásomat hallottam csak. Jó, jó. És ezzel azt gondolom, nem csak, hogy hallottam, hanem erősebben is vert. És én azt gondolom, hogy ebben nem csak a sajátom van benne, hanem itt a mindegyünknak a lelke, vagy a, vagy a, vagy a, szíve, vagy a, nem tudom mi, hogy talán egy dobogott a szívem. Hát nem is és talán, hát biztos. Hát gondold el, ha most végignézek mindenkin, fényes szemmel néznek rám, hogyha hátrafordulnak, akkor rád, tehát mindenkinek dobog a szíve. Ezt tudom, nem így gondoltam. Nem lesz. Ha nem, nem dobogna a szíve, így ételem. elborulna a tekintete, és így puf, lehanyatlana, Igen. és nem tudna még lélegezni sem. Igen. És köszönöm. én most tényleg nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és a fiaddal Cs. együtt itt vagy, mert Igen. az egy fantasztikus tapasztalás, amikor a lélek együtt rezdül a másikéval, és az egész csoportéval, bizony van olyan tapasztalás, hogy egyszerre dobban a szívünk, és ez nem metronómot kell Igen, csatolni. Nagyon jól érzed ezt. És a közös gondolat nélküliség, a lényegben való közös elmerülés, az bizony ebben a csendes, nyugodt, mozdulatlan térben tud így megszületni. Ezért köszönöm azt, hogy ezt ma megteremtettétek, mert ez rajtatok múlt. Bence és én adhatunk akármilyen gyönyörű instrukciókat, Tamás akármilyen szépen ütheti a csukpit, és kedvesen elmondja a sétáló meditációt, mindez hiába való, hogyha ti itt nem működtök úgy, mint amiért idejöttetek. Én köszönöm azt, hogy ezzel a céllal ma közösen együtt éltünk, együtt rezdültünk, hogy hallottuk egymás szívdobbanását, és el is tudtunk merülni a csendben, és őszintén remélem, hogy találkozunk még többször, ahol a darma mezején megtaláljuk a felébredésnek a picike kis Szent János bogarát, amelyik főleg éjjel kezd el világítani. Addig nem. És amikor egyszer egy nagyon komoly, sötét lélek állapotban a darmának a kis Szent János bogara utat mutat neked, na akkor megtapasztalod a valódi értékét. Köszönöm, hogy eljöttetek. Én is köszönöm